A Fidesz-KDNP fővárosi frakciója azt javasolja, hogy Budapest adjon pénzt a turisztikai szereplők és a taxisok megsegítésére. A járvány ugyanis ezeket az ágazatokat érintette talán a leginkább. Láng Zsolt frakcióvezető szerint 50 milliárd forintnyi támogatásra lenne szükség. Dorosz Dávid főpolgármester helyettes közösségi oldalán elutasította a kérést, és azt javasolta, hogy a fővárosi Fidesz a kormánytól kérjen segítséget. Kapacitásának 10%-án üzemel jelenleg a 2017-ben még kategóriájában a világ legjobb szállodájának megválasztott budapesti Aria Hotel. Ezzel a rendkívül rossz kihasználtsággal azonban nincs egyedül. Ágazati szakértők szerint a fővárosi szállodák működése hasonló számokat mutat. A hotel vezetője az M1-nek azt mondta, csak jelentős létszámleépítés végrehajtásával tudtak eddig is talpon maradni, és ha nem javul jelentősen a helyzet, akkor további radikális döntéseket kell meghozniuk. Voltak nehéz napok, és már igazából március óta folyamatosan hozzuk a döntéseket. Én azt gondolom, hogy ezen a területen most azt tud túlélni, aki nyitott a lokális piacra, aki nyitott arra, hogy a hazai vendégeket lássa vendégül. Mi ehhez képest szeretnénk a Skybarunk nyitva tartását, a mi ajánlatainkat, akár reggeli, ebéd, vacsora téren is kibővíteni, és ez az, ami működni tud. Ezért is nyújtott bejavaslatot a Fidesz-KDNP fővárosi frakciója, hogy a főváros adjon pénzt az idegenforgalom, a turisztikai szereplők és a taxisok megsegítésére. A nagyobbik kormánypárt budapesti csoportja a Facebook oldalán azt írja, javaslatuk szerint a főváros meglévő pénzéből különítenének el 50 milliárd forintot a koronavírus járvány által leginkább sújtott budapesti gazdasági szereplők megsegítésére. Bejegyzésük szerint Karácsony Gergely és helyettesei továbbra is hárítják a felelősséget. A Fidesz javaslatát a taxisok országos érdekképviselete is üdvözölte. Az egész ágazat, a taxisok, az idegenforma, turisztika nagyon örülne, hogyha hasonló módon, mint a magyar kormány, megsegíteni az ágazatot a főváros a saját lehetőségeivel. Mi a Budapest Restart programhoz tavasszal már elküldtük a javaslatainkat, és sajnálattal vettük tudomásul, hogy egyetlen egy olyan szakmai javaslatunk nem került be, sem a taxiszövetség, sem a közlekedés, a Budapest és kereskedelmi iparkamara részéről, amit összeállítottunk. A főpolgármesteri hivatal részéről az 5 főpolgármester helyettes egyike reagált a Fidesz felvetésére a közösségi oldalán. Dorosz Dávid szerint segítségért a kormányhoz kellene fordulni, nem a fővárosi önkormányzathoz. Karácsony Gergely válasza a mi kérdésünkre, hogy segítsen a taxisoknak és a idegenforgalomban dolgozóknak, egy határozott nem. Jelentette ki Láng Zsolt csütörtöki sajtótájékoztatóján. A kormánypárti politikus szerint Karácsony Gergelyéknek komolyabb lépéseket kellene tenni a fővárosi gazdasági szereplők érdekében. Dorosz Dávid megfelelően cinikus, de egy éves teljesítmény alapján nem is várható más válasz tőle. Maximum még néhány ivókutat esetleg ki lehet a járványhelyzetben helyezni. De én úgy gondolom, hogy ha valóban igény van az ő részükről a kormánnyal való egyeztetésre, akkor esetleg a főpolgármester úr végre hívja össze a fővárosi érdekegyeztetést, üljön le a közfejlesztések tanácsa ülésén a kormány képviselőivel, és dolgozzák együtt, hogy mit lehet tenni Budapesten is a Covid-járvány miatti gazdasági helyzet, a gazdasági élénkítése érdekében. A fővárosi Fidesz frakció már össze is gyűjtötte a fővárosi közgyűlés rendkívüli összehívásához szükséges aláírásokat. Karácsony Gergely csütörtök délután közösségi oldalán közölte, hogy jövő hétre összehívta a főváros rendkívüli közgyűlését, de a felvázolt témák között nem szerepel a budapesti taxisok és idegenforgalmi vállalkozások megsegítése.